anyagi gondoktól menekülünk, a világ bankjába bekerülünk, a fakanál kopogjon le a szemünk. Fekete János a pénzre ügyel, ami nincs senki sem viheti el, hogy a fakanál kopogjon le a szemünk. Néha a szomszéddal veszekedünk, de azért sohasem verekedünk, csak öregedünk és törekedünk, hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. A fakanál kopogjon ne a szemünk. Barát, ha bajban van, mi segítünk. Ez nekem magos. Na, indul a csomagunk, Aliba meg gyalog megy. Üzenetünk, nem bírjuk nézni, hogy éhezzen más. Nálunk is okod szolidaritás. Lélekben ott vagyunk, ugye, velük, hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. Habaszt figyeljük! Keleti-nyugati pályaudvar. Medui, Edui, menjen a vonat az áruinkkal. Dollár és rubel is kedves nekünk. Megoldást keresünk, helyezkedünk. Kinyílt a szemünk és kereskedünk. Hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. Nyugati partner, ha ide repül, valami pénzünkbe belekerül, hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. És mikor kocintunk, ha jön a hörd, konyakos pohárban szobi a szörd, hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. Idam, 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 dibiribarabarabba. Idam, idam. Rendelet írja ezt elő nekünk, hogy a fakanál kopogjon ne a szemünk. Na most segíts! A fakanál kopogjon ne a szemünk! Ez az! Nem így van! A fakanál kopogjon, s ne a rendőr az ajtón! Emlékezz vissza! Hát, azt nem tudták neked az uralkodó munkás osztálynak megmondani, hogy ezek a mezei nyulak a VB előtt ettek tésztát, vagy nem ettek tésztát? Ez olyan nagy kérdés. Na de most már, elvtársak, szabadság, most már, rend van, na. Emlésznek új vezetősége van, szabadság, most már jó van, na. Somogyi elvtárs lett az új főnök, na, ez most már így jó. A Pannónia szálloda és vendéglátó vállalat vezérigazgatója. Helyes. Hogy ezentúl futball lesz-e, azt nem tudom. De hogy tészta lesz, az hét szentséget. Gondold el. Na most még valami. Én nem azért vagyok pipa, mert a VB-n kiestünk, gyerekek, hanem hogy így estünk. Emlékezzél vissza a szovjet mérkőzésre. Az ellenfél szalad, illetve a szovjet játékos szalad el. Ezek meg így nézi. Közel, így nézi. Hát ez mérkőzés. Hát ezeknek itthon mit mondtak? Hova mennek? Veterán találkozóra? Vagy mi ez? Hát legalább lökje meg, vagy rúgjon bele, vagy valamit. Vagy menjen közel hozzá. Annyira nem sugározhatnak. Vagy mondja, hogy elvtárs,
álljál meg, cseréljünk elvényt, vagy valami. És akkor ugye megint minket hülyítettek, a társadalmi munkás úgy kezdte a magyarázatot, idézem, hogy nem gondoltuk volna, hogy a Szovjetunió ilyen erős. A Népszabadság, amióta van, csak ezt írja. Mit olvasol, Új embert? Nem gondolta volna. A másik, a jól fésült meg, azt mondta, a kapitány, idézem, hogy az volt a baj, az első két gól hamar jött. Mihez képest, szakember úr? Ugyanis, amikor a bíró beveszi a szájába, az nem azért van, mert jó a sípnak, hanem onnantól az már a mérkőzés, tudod? Hamar jött. És képzeld el, ő a kapitány. Ez a kapitány, ez ennyit ért hozzá. Ebben a táborban él 40 valamennyi éve, és annyi nem tud, hogy ezek lőnek, mint az oroszok gyereke. Na, tudok egy viccet. Akkor másikat mondok, jó van. Hülye fotilveréb. Hallod, mi az? Ah. Mi az? Bagoly, hagyjad már. Ügyelő, hülyéskedik. Lenne időnk várni, megfulladna. Na, a vicc híveim. Egyszerű mezei vicc, politika, egy szó nincsen benne. Nem műsorom a politikával, nem szoktam foglalkozni. Hogy ne bevigyenek. Még egyszer nem ne fél. Most már nem megyek be még vetítésre se. Akkor másodszor kijöttem először, képzeld el. Azt mondta a kapus, magára rossz fényt vetít. Beszél a gépészen, ne velem. Szerencsétlen. Szóval, villamos megállóban áll két ember. Ez egy ilyen kettős megálló. Na, maga melyik villamosra válaszolja? A hármasra. És maga a hetesre. Ez a hármasra válasz, a hetesre. Politikai szó. Jön a villamos. Naj, 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 naj. Ne csitíts. Megállóban meg pláne ne. Majd már mentünk egy megállót. Terv szerint. Gyalog. Ez a hármasra vár, ez a hetesre. Politika egy szó. Villamosra ki van írva 37-es. De jó. Legalább együtt megyünk. A lényeg, hogy már menjünk, tudod? Az viszont megoldás kell, mert a fél megoldás az csak a Schusternak, jó, nem tudom, ismered-e. Schuster az inasát sámfával fejbe akarta vágni. Páfat meg lekapta a fejét. Na, Schuster felesége meg éppen belépett. És így puf-pofán. Azt mondja, hogy Schuster így se rossz. Szóval szíveim, fél megoldással nem megyünk semmire. Egy példa a fél megoldásra, mint tudod, ugye, alma termelő ország vagyunk. Na most, egy évben mennyi alma rohad ránk? Sok, az kevés, ne vicceljém, hát amennyit terem, tudod? Na most, hogy ne rohadjon ránk ennyi alma, van már okos félmegoldás, szépen vágják ki a fákat. De már abba hagyták, nem azért, mert az eszük megjött, mert nem lehet kapni fűrészlapot, tudod? Szóval, megoldás kell, és még valami előrelátás. Gyere ide. Olyan időket élünk, legalábbis ma délben még az volt. Mit? Hallottál valamit? Hírek nem mondta be. Itthon se. Szóval olyan időket élünk, hogy odaadják ugye a maszek taxit, a kis boltot, a nagy boltot, azt még nem. Várt ki, elkezdték. Várt ki. Odaadják. Az elvtársak előrelátóak. Tudják, hogy ha nem adják oda, mi történik? Ellopják. Na most. Odaadják, tudják, kiné van, reggel vissza lehet venni, kész. Csináltak már ilyet kis különbséggel. Akkor este nem adták oda, reggel mégis elvették. Most odaadják, tudod? És sokan ettől féltik a szocializmus. Nem kell te. Ez a kiút. A szocializmusba.
Kalandrága szíveim! Tudok egy viccet. Anyósnak a veje éppen szolgálatban van. Anyós megy arra kerékpárral. Hova megy mama? Alternatívbe. És ki hozza vissza a biciklit? Na, van. Szóval ilyeneket szabad, na csak hát az ember nem mindig ilyet mond, tudod, hogy van. Két időszak van, amikor vigyázni kell, na jobban, mint máskor. Egyik a szilveszter előtt, a másik meg mindjárt szilveszter után, tudod? Van egy sztori, ami kimaradt, képzeld el, spiccesen, de játék spiccesen, azt mondtam a televízióban, hogy figyelj, pajtás, ez a tetves szemét munkás elnyomó kapitalizmus. Haldoklik, ez úgy tetszett nekik. Én nem tudom, ebben hisznek. Hát ha már Isten nincs, kell egy fix pont. Tudod? Nem, nincs Isten. Nem tudtam? Már nincs, Isten már nincs. Sőt, már Muhamed sincsen. Nincsen, se a Sita Muhamed, se a Sumita. Na egyik sem. Már csak a Muhamed Ali van, az van. Nem tudtad mi? Meghaltak már mind. Nem voltam ott a hagyatéki tárgyalás. Na szóval, ezt benne hagyták a műsorban. Lolló innen ment, hogy pajtás, figyeld meg, ha ez a tetves kapitalizmus megdöglik, és elássák. Lenni is jobban fog élni, mint mi itt fönt. És amikor éjfélkor szellemjárás lesz, hogy ne szórakozzát. Azt hittem, magam vagyok szellem, de itt kollektív szellem van. Attól mész a falnak, mi? Szóval éjfélkor, amikor szellemjárás van, hogy akkor nem jön föl kísérteni, mi megyünk le enni. De? Azt mondták, képzeld, hogy nem szabad elmondani szilveszterkor. Önök kérték be május 1-én, akkor meg nem kérték. Televízió, hogy tudod, a vita, kontra rába, kontra kezerába, meg ez a vörös csillag traktorgyár dolog. Azt mondja a kirúgott munkás, hogy megmondta a Hofi is, meg hagyanak az egészből. A végén még majd rám kenik, figyeld meg! Az egészet, ki csinálta, az a hülye kopasz. Hát gyerekek, itt egyszer egy kopasz már megkevert a szart. Ne én legyek a második, ez de hogy van ez? És tudod, nem értem. És ugye nekem politikával foglalkozó embernek, hát ilyenkor állást kell állást kell változtatni, és most azt ki mellé álljak, a traktor mellé, vagy a vörös csillag mellé? Dögöljek meg, ha tudom. Anyósom, azt tudja. Tudja is, a mama azt tudja. Géza, te csak ne álljál sehova. Amíg ők nem tudják, merre menjenek, te ne tudd, hogy merre állj. Na meg ma például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom. Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőjük lesz, mint nekünk. Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölsztek Lace. Hát te, aki az autóhoz ért, azt tudja, ebben a Niza mentőautó van, egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre, mert jön a mentő. Emberek, tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életben. Na meg valamelyik nap, hogy állítól a konszolidációzás van Jemenben, vagy mi van? Konszolidáció. Már jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek, de azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek.
hogy egyik marxista lövi a másik marxistát. Dögöljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az a... Hát tudja is a mama, az tudja is. A mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát? Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat. A lényeg, hogy ez szavunk ne legyen. Hívd el, addig jó, míg megy a szekér, aki nem lankad, az oda is ér. Van kocsi genőcs, ha erős a lőcs, nincs vész. Hidd el, addig jó, míg megy a szekér, kocsi rúd nélkül, az nem sokat ér, csak észnél legyél, és maradj a gyeplőnél. Ne mondja senki, most disznókodtam én, azért, mert a kocsirudat emlegettem én. Közéleti helyzet az, ami engem érdekel. Ne vádolj meg engem szexel. Most így hallgass meg. Hívd el, addig jó, míg megy a szekér. Aki nem lankad, az oda is ér. A kocsi kenőcs, ha erős a lőcs, nincs vész. Hidd el, addig jó, míg megy a szekér. Kocsi rúd nélkül, az nem sokat ér. Csak észnél legyél, és maradj a gyeplőnél. Ne mondja senki, hogy most politizáltam én, azért, mert a rudat és a gyeplőt emlegettem én. Miért is törődnék én pont ezzel? Foglalkozom inkább szexel. Béla, Béla, állj le! Most így hallgass meg. Hívd el, addig jó, míg megy a szekér, és a nem idáig ér, a kocsi kenőcs, ha erős a lőcs, nincs vész. Hívd el, addig jó, míg megy a szekér, kocsi rúd nélkül, az nem sokat ér, csak észnél legyél, és maradj a gyeplőnél. És ha megy a szekér, fő, hogy rajta legyél, fő, hogy rajta legyél, és azon legyél, hogy jó irányba menjen a szekér. Wadalada. Hogy jó irányba menjen a szekér. Yeah.